Szóval ott a autópályán Ronai Péter New Yorkból, ott levetköztem teljesen mesztelőn, és ott rátettem a öltönyt is, akkor bementem a kocsiba. Ez tényleg történt. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Még mielőtt hozzákezdünk a beszélgetéshez, képzeljétek el, hogy ma kollégáimmal találkozva, hát ugye kérdezik mindig, hogy na ki lesz a vendég, meg hogy lesz minden, és akkor mondom, hogy jön a Rónai Péter. Ne. Mondom, de képzeljétek el, na ne. És láttam az arcokon, hogy hát ismernek téged, lehet, hogy biztos, hogy követ is egy pár ember téged közülük, de hogy ne, de hogy? Hát mondom, mi hogy? Hát Péter fölhívott téged, és azt mondta, hogy légy szíves, gyere el, és akkor beszélgessünk egy jót. Te azt mondtad, oké, rendben, amikor ráérek, mert ugye ezt már próbáljuk régóta összehozni, ezt a beszélgetést. És egyébként hozzáteszem, hogy én is a lelkem mélyén azt mondta, mikor legelőször mondta a Peti, hogy jön a Rónai, mondom, ne, azt mondja, de, és ugyanez a reakció jött belőle. És az jutott eszembe rólad, így ahogy megnéztem így az interjúkat, meg tudom, hogy ugye a Rádió 1-be is voltál, meg sok helyen előfordultál, hogy téged úgy képzellek el, hogy professzionálisan vagy egy ügyvéd, ezt nem is nagyon akarom feszegetni ezt a témát, de majd beszéljünk róla egy kicsit. Persze lehet, de hogy valahol te a lelked mélyén, volt egy ilyen film, hogy megkérdeztek egy menedzsert, egy igazgatót, hogy Isten igazából mit csinálna, és akkor mondja, hogy hát én mondjuk szakács lennék, és lehet, hogy nálad nem az van, hogy egyébként, mert te szeretnél tévés, rádiós, vagy színész lenni, vagy bármilyen dolog, hogy valahol ott, ugye, jól érzem? Nagyon. Hogy most nem a rivarda fény, persze az is, meg minden, de hogy egyébként úgy elvégezted az egyetemet, professzionális, nagyon jól csinálod, amit csinálsz, de közben azért a lelked mélyén lehet, hogy kicsit szakás lennél, hogyha hát, ezt lehet hozni. Én egy színész voltam a egyetemben, az, tudod, van egy fő dolog, ami nekem volt a politika, és azt fejeztem be, van egy alap, szóval a legnagyobbat, amit tanultam, az a politikát, és azt fejeztem be, de színész volt a másik, és én mindig akartam lenni színész. De jó. Csak azért nem lettem színész, mert akartam csajokat, és ha nincs pénzed, akkor az nem megy olyan jól, szóval... De egyébként most, hogy így mondod, ilyen régebbi magyar, tehát a Karádi Kata, meg Darvas Iván féle korszakból színészek, ezek nagy magyar színészek, hogy olyan karakteres az arcod, meg a hangod. Hát most köszönöm. De nőket szeretem, tehát nem erről szó, de úgy tényleg... De hogy, nincs hogy, bajom, ha nem. És egyszerűen néztem a videóidat, meg az interjúkat, és mondom, tudja, hogy ez a Péter ott a lelke mélyén, tehát ezt szeretném. Hát ezért lettem... Egy miatt lettem ügyvéd, mert így tudok színészkedni egy eskücég előtt. De hagyd tegyem oda, én nem dolgozok egyedül, a én irodám nagy, van sok ügyvédünk, csak a én arcomat látott. A Holly, a partnerem, és a volt feleségem, mert mindenki azt hiszi, hogy a testvérem, mert úgy hasonlítunk egymásra, de nagyon okos, és de ő nem olyan, nem beszél magyarul, és nem annyira jó emberekkel, mint én, nem megy tévébe, én egyből már voltam Fox News-on, CBS, NBC, és magyar csatornákat, és sőt, még a világban is, mikor volt a Costa Concordia, egész világon, és nem félek színészkedni, mert az bennem van, és mentem iskolába tanulni, hogy kell színész lenni. És ezt használom, mint egy ügyvéd a esküdtség előtt, de a Holly az egy, mondjuk, igazi ügyvéd. Én is, de ő tudott, tanult és ír, és ment iskolába. Én inkább a emberekkel vagyok, és ilyesmi. Szóval én vagyok a arc a Rónai és Rónainak, de nem dolgozunk egyedül. Nekünk van egy egész öt emeletes épület, ami a Rónai és Rónai épület Westchesterbe, és tele van emberekkel, ügyvédekkel, paralegal, mindenféle. Szóval nem egyedül dolgozok, nem én csinálok mindent, csak a magyarok engemet látnak, mert én
beszélek magyarul és spanyolul. Szóval a spanyolokkal is szoktam lenni, spanyol rádión is, és ilyesmi. Szóval, de jó. A másik dolog, bocs, hogy közbevágok. Kicsit melegen van, bocs. Jó, nyugodt, ez semmi gond. Ahogy valahogy azt érzem rajtad, vannak embereken, akik érzem, hogy egy ilyen katalizátor szintet töltenek be. A katalizátor az azt jelenti, hogy egy ilyen plusz energiát adnak embereknek, tudod? Nem, de ez értető valamennyire? Hogy én segítek embereknek? Ezt igen, akarom... segítesz, de úgy segítesz, hogy energiabombával még egy kicsit így megtolod őket, hogy csináld, meg a másik érzés az irányodban, hogy valahogy megfogod az emberek vállát, és ébresztő. Egy ilyen ébresztő ember, ami katalizátorként működik, tehát hogy emberek, hát valamit csináljatok, tegyetek már. Hát azért magyar vér van bennem, vad vagyok, erős, és nagyon mérges tudok lenni, mint egy igazi magyar. Bocs, még egy kérdés, a Peti kedvenc kérdése, melyik hónapban születtél? December. Mi hanyadikán? 21. Én 16. Na, akkor te is nyilas vagy. Ja. Akkor nem kell... Akkor kell tudni, hova lőni. Aha. Szóval... Igen, szóval... Én erős vagyok, és a hali az nyugodt, mert én meghűlök, és a hali megnyugszik engemet. Uh-huh. Szóval kettő, egy csapat vagyunk, együtt dolgozunk, és furcsa, mert ő volt feleségem, ugye? Uh-huh. Hát de nem, legjobb barátok vagyunk, mert szépen váltunk el, nem volt semmi probléma. Volt ügyvédetek? Tessék? Ügyvéd volt, aki segített a válásban. Nem kellett, nagyon könnyű volt. Aha. Tudod, megbeszéltük, és ilyesmi. De igen, azért is nekem, tudod, a szülőm harcoltak 56-ba, és meséltek, hogy mentek át a Ausztria határba, és mióta gyerek vagyok, ez nagyon kíváncsi voltam Magyarországra, hogy milyen. Hát beszélek, de nem tanultam, és nem tudok írni, nem tudok olvasni. Azért ilyen a Facebookon nagyon rosszul dolgokat. Igen, van egy-két olyan furcsa fogalmazás, de értető. És tehát... sőt, most a Facebookon én most börtönbe vagyok 30 napig, mert föltettem egy képet, egy vicces képet, a Biden, ahogy szagolja afgániak talibokat. És, de odaírtam, hogy Zuckerberg, ez egy vicc, de rosszul írtam a Zuckerberget, mert rosszul nyomtam a gombot, szóval ez úgy írtam, hogy Zuckerberg, és ez úgy nézik ki angolul, mint hogy szopás. Szopásberg. Igen. Szóval, de nem akartam, és nem tudom, hogy ha azért dobtak ki, vagy valami a bal oldalon riportolt engemet, vagy nem tudom. Már annyit dobtak ki, hogy már szédül a fejem, de csak Amerikába. Ha menjek Európába, nem mernek, mert Európában van egy törvény, hogy nem tudják ezt csinálni. Szóval mindig, mikor belépek Amerikába, puff. Kész. Rónai művek megszűntek. Ja. Szóval most már rájöttem, mert ez a másodszor, hogy bementem. Most már, mikor jövök Amerikába, nem fogok Facebookozni. Remélem, hogy vissza tudok jönni oda, de... Szóval a 56 az nagyon bennem van, és tényleg érzem... Apud meg anyud olyan szinten átadta neked ezt a lázadást, ezt a nem fogadjuk el, és tényleg, amit ugye olvasok is róla, minden, hogy fogjunk össze, hiszen pici egységekben van a nagy erő. Ez így van. Meg sőt, láttam azt a képet, és megosztottad, hogy a kicsi halak összeálltak egy nagy hallá, és a nagy halat bekapják. Így van, mert... Én úgy érzem, hogy ezt csinálják direkten, hogy harcoljunk egymással. És igazából semmiről harcolunk. Senki se tudja, hogy miről harcolunk, csak mindenki harcol, mint ez a MASZ dolog, vagy a oltás dolog. Ki tudja? Mi nem vagyunk orvosok. Mindenki harcol, és senki se tudja, mert csak egy orvostól tudjuk direkten. Te nem tudod, én nem tudom. A vakcinát nem tudjuk, ha jó, nem tudjuk, ha rossz. Hiszel ebbe, hiszel abba. Hát pont így tudunk harcolni Istenről. Ez mint egy vallás. Pontosan mint egy vallás. De a muszlimokban van a önmaszkjuk, most nekünk van ez a maszkuk. Ugye? És akkor mindenki vitatkozik, hogy kinek van igaza a maszk, működnek. Ki tudja? Yeah. Én nem tudom, az biztos. Yeah. De, picit ugorjunk már vissza a szülőköz. Tehát
most ma láttam egy angol rappert, az hogy Zubi, és azt mondta, hogy amikor azt mondtad, hogy te oltásellenes vagy, mert nem oltatod be magad, nem biztos, hogy oltásellenes vagy azért, mert nem oltatom be magam, és tudod, mit mondott erre? Te kímóellenes vagy, vagy magyarul kemóellenes vagy? Nem. Hát akkor miért nem oltad, akkor miért nem teszed magad, miért nem teszed magadba kímót? Így van. Hát lehet, hogy jön a rák, tegyük be a kémót most, persze. Hát... Még egy hozzáfűzni való, ahogy én látom tök egyszerűen, hogy érdekes, hogy más betegségek azok most ugye eltűntek. Tehát nincs. Te tudod, a Fauci az a amerikai, mi a magyar orvos, aki vezeti a Covidot, egy nő? Cecilia. Ja, hát a mi Ceciliánk, az a neve Fauci. És nem baj, hogy melyik oldalon vagy, de a Fauci először mondta, hogy a maszk nem működnek. Uh-huh. Akkor, tudod, ez tudós, de adott egy véleményt, és akkor mondta, hogy működik. Nem baj, hogy melyik oldalon vagy, de a tény az, hogy a kettő szöveg, az nem lehet mind a kettő igaz, ugye? Yeah. Akkor az azt jelenti, hogy hazudott. Uh-huh. És most én nem bízok semmibe. Én nem tudom, hogy mi a igaz, mi a nem, csak tudom, hogy valami furcsa, és én akarom összehozni a embereket, hogy ne vitatkozzunk erről. Nem vagy te hülye, ha megkaptad a vakcint, és nem vagy te hülye, ha nem kaptad. Mindenki, ez mint egy vallás. Vagy hiszel benne, vagy nem. Yeah. Ugye? Vagy hiszel Istenbe, vagy nem. Vagy hiszel Jézusba, vagy hiszel Allahba, vagy nem tudom. Uh-huh. De mindenki tud hinni, amit akar. De én a szabadságról beszélek. És a szabadság az minden nap eltűnt. Tudod, a Hitler mondta, ha úgy kell elvenni a szabadságot a emberektől, nem egy nap alatt, hanem csöpp, egy kis csöpp. Folyamatos. És a végén, mikor emberek elvesztették az összes szabadságukat, akkor nem is fogják tudni, hogyan vesztették el. És én látom, minden nap egy kicsit több szabadságot vesztünk el. És és én látom a 56-ot még egyszer, most a világnak, de Magyarországon most ez is van. Pont az a választék, bocs, hogy politikát beszélek, nem fogok mondani többet, csak én most látom ezt a választék, pont az a választék, mint Amerikában volt. És a magyarok tudnak tanulni a amerikaiktól, mert most... ez igaz, volt a Trump és Biden, és most Orbán, és nem tudom, Gyurcsány, vagy Karácsony, vagy nem tudom ki, de pontosan ez a háború van, visszajátsza még egyszer. Szóval én szerintem a magyarok tudnak tanulni a amerikai hibától. Én szerintem. Hát igen. Én nem mondom, hogy Orbán jó, ne értsél félre, és nem fogok többet beszélni róla. Én nem mondom, hogy Orbán jó. De tudod, annyira gyűlölték a Trumpot, hogy nem tudtak logikusan gondolkodni. Hát mindenki tudta, hogy a Biden szenilis. Mindenki tudta, mielőtt szavaztak, és mégis szavaztak rá, mert annyira gyűlölték a Trumpot, hogy egy darab fára szavaztak. Yeah. És ez pont van most Magyarországra. Annyira gyűlölik a Orbánt, hogy, és még egyszer nem mondom, hogy Orbán jó, de annyira gyűlölik a Orbánt, hogy bárkire szavaznak, hogy csak hogy ne legyen Orbán, és az egy nagy hiba. Én nem mondom, hogy ne rúgjad ki Orbánt, nem mondom, hogy tartsad, de ha ki akarod rúgni a Orbánt, akkor légy szíves valaki jobbat. Mert valaki ezt mondta, bocs, hogy ez az utolsó, és akkor tényleg bezárom. De valaki kérdezte mondani, akkor mit csináljuk, akkor maradjunk a szarba? És én mondtam, hát tudod mit? Van a szar és a fos. De a szar az jobb, mint a fos, mert a szar az kemény. Szóval akkor igen, maradjunk a szarba, inkább, mint a fosba, nem? Yeah. Akkor várjál, akkor mi is most elmegyünk Facebook jailbe. Ismert Jeff Dunham? Péter, ugye az apudékat akartam kérdezni, tehát ők 56-ban otthon voltak Budapesten, ott harcoltak, és akkor ugye el kellett onnan jönni, mert különben ott maradnak, akkor vége az egész történetnek, lehet, hogy akkor te se szülesz meg, sőt, biztos.
És a apudék, amikor ide kikerültek, akkor ugye vacsoránál, meg bárhol ugye egy-két dolgot elmondtak, gondolom féltek azért, mert ha belegondolsz, ott abban a rendszerben akkor kilépni belőle azért, akik idejöttek Amerikába, hiába ez a nagy távolság, azért gondolom bennük volt a félelem, hogy fú, hát ki tudja, hogy meddig ér el a kezük azoknak abban az időben, nem? Persze, hát nagyon féltek. Hát... És akkor utána elkezdtek, mikor már kezdtél nőni, elkezdett gondolom apud mesélni, hogy na figyelj kisfiam, ez volt meg az volt, képzeld, de beszéltem ezzel, azzal összeálltunk, kitaláltuk ezt, vagy akárki kitalálta, én mellé álltam ennek az ügynek, és lehet, hogy benne ez az igazságérzet innen ugye kifejlődött, ugye ezt kaptad, és most ezt gyakorlod gyakorlatilag, ugye? Hát tudod, a apukám ő magyar, és mindig magyarok voltak a legjobbak mindenbe. Bármiben magyar van legjobb. Magyar a legjobb. És minden mesélt, és tudod, mikor egy gyerek vagy, üres a fejed, és a szülünk... Ezt kapod. Ja, és programozja a fejedet. Uh-huh. Szóval mindent, amit vagyok, az ők tőlük van. Uh-huh. És a én apám csak mesélt, milyen jó a Magyarország, milyen okosak, hogy ezt csinál, a helikoptert csináltuk, a kocsi, tudod, a kocsi az onnan, az egy magyar szó, az, tudod? Szóval minden magyar, és ez bennem volt, és én még amerikai, tudod, nem tudtam Magyarországról, olvastam róla, hogy ki vagyok. Uh-huh. És én nagyon imádtam, a kedvencem volt a Attila a Han. Uh-huh. Annyit olvasok róla, uh-huh. és nincs sok írás róla, de én utána mentem, és mikor láttam Magyarországot, és van ez az egész ország, ami beszéli a én nyelvemet, uh-huh. ami azt hittem egy titkos nyelv, mert mi uh-huh. csak használtuk, hogy az amerikai ne értsenek minket, uh-huh. de annyira szerelmes lettem Magyarországba, hogy meghűltem. Annyira imádom a kaja, amit én fölnőttem, visszajöttem. Uh-huh. Uh-huh. És tényleg szerelmes vagyok, és én csak jót akarok Magyarországra. Tudod, én nem csinálok egy YouTube channelt pénzért, én nem kapok semmi pénzért uh-huh. a Facebook csatornára, semmi. Én uh-huh. Sőt, rossz nekem csinálni, mert ha mondom, hogy szerettem Trumpot, vagy mondom, hogy szerettem Bidenet, valaki fog utálni engemet, yeah. és yeah. nem fog lenni a kliensem. Uh-huh. Szóval ez nem segít engemet, ez nem jó nekem uh-huh. csinálni, én nem akarom most csinálni, mert hogy hiú vagyok, és nézel, hogy milyen fantasztikus uh-huh. a Rónai Péter. Én azért csinálom, mert érzem, és akarok jót a Magyarországra. Uh-huh. És én politikát tanultam, ügyvéd vagyok, és amerikai ügyvéd, és itt nőttem föl, és én máshogyan látom a helyzetet, mint a magyarok kívülről. És én mondom jó szívből, amit mondok. De amit egyébként mondasz, azt meghallgatják, megfogadják, kíváncsiak rá? Hát nem. Hát a jobb oldal az hallgat, a bal oldal nem. Uh-huh. Tudod, az emberek annyira gyűlölik a Orbánt, hogy nem tudnak logikusan gondolkodni, uh-huh. és úgy hívnak engemet sokszor, mint egy Orbán segnyaló. De nem vagyok az. Sőt, én mérges vagyok Orbánra, egyre, ami mondom, most nyilván mondom, itt vagyok Amerikában, ha Orbán be akar zárni, érte, okay. De a kórházi a dolgok Magyarországon, hát az rettenetes, az mint egy doktor Mengele ott Magyarországon. Magyarországon volt a százalékban a legtöbb a COVID halál. Szerinted a COVID más volt Magyarországon, mint Ausztriában? Uh-huh. Nem. A kórházok a baj, uh-huh. és nem költi a pénzet a kórházokba. Én egyetértek a bal oldalba, hogy ez egy hiba. Ez egy óriási hiba. Igen, de szerinted jobb volt a kórházok Gyurcsány alatt? Hát tudod, ha akarsz változtatni, akkor egy jobbat változál. Jó, rúgj a Orbánt, de jobbat. Az a baj, és tényleg többet nem tudom, hogy akarunk-e még beszélni a politikáról. Jó, én még nem, egyszer behoztam. De hogy az a baj, hogy valahogy nem hallgatja meg egyik fél a másikat. Nem. Vagy hogyha rátúznak egy lepedőt, hogy te jobb, te bal, akkor a másik oldal nem kíváncsi arra, hogy mondd már el ugyan, hogy na, mire gondolok, figyelj, én arra gondolok, hogy te elmondod, hogy te arra gondolok. Oké, egyeztetni, vagy nem egyeztetni, csak hogy jó, meghallgatom, nem. Legalább meghallgatom. Nem, hanem itt és már nem is érdekel, mert, mit mondasz. Mint egy vallás. Ja. Emberek már nem hisznek Istenbe annyira, mint a politikába. Én ez a én partom,
az a te partom, nekem van igazam, neked van igazad, és inkább össze kell jönni, mert a embereknek van a erő. Szerinted, ha emberek összemennek, mit fog csinálni Orbán, vagy Gyurcsány, vagy bárki? Ha mindenki mondja egy hanggal, hogy nem, hogy nem, akkor mit a fasz fog csinálni? Ja, mit tudnak csinálni? Ők akarják, hogy harcoljunk. Uh-huh. Még Amerikában is. Pont ez van. De ha összejövünk, akkor nekünk van a erő. Ja. Nem nekik. Uh-huh. Csak harcolunk. Hát csak hogyha így hagyjuk, akár Amerikában is, meg akár Magyarországon, csak egyszerűen elnyomnak. Na mindegy. Én arra Rónai Péterre vagyok kíváncsi, hogy például az egyetemen, amikor tanultál, ugye azt mondják a magyar népről, hogy mi annyira logikusan gondolkodunk, tehát logikából építünk föl mindent, hogy érezted-e esetleg azt a különbséget egy amerikaival szemben, hogy neked van logikát, hiszen ugye te magyar származású vagy, és kicsit máshogy tudod a dolgokat fölfogni, megközelíteni, akár az ügyvédi szakmádban is. Hát nem tudom, hogy a magyarok logikusabbak. A magyarok azok érzékenyebbek. Uh-huh. És erős vadok vagyunk, tudod, nagyon, ha mérges egy magyar, hát egy magyar nő, hát az dobál, ugye? Hát az amerikai nők azok olyan, mint egy darab hús, akinek nincs só rajta. De egy magyar nő, hát ha ő mérges, a zónában van, és nem tud látni, akkor de ez jó is. Ez jó. Mert egy teljes normális nő, vagy egy teljes normális férfi, az unalmas, nem? Uh-huh. Ja, uh-huh. Szerintem. Aha. És akkor azt látod, hogy egyébként a habitusunk megvan, ez a történet mind magyaroknak, tehát tudnánk azért tenni valamit, és ezt azért gondoltam egyébként, hogy az egyetemre visszacsatolva, hát ugye annyi dolgot föltaláltunk, hogy a helikoptert mondtad, az autót, a bűvös kockát, meg hát gyufát, a vakcinát. A vakcinát például, hogy tehát akkor valamit csak tudunk, tehát valami nekünk ott van. Hát persze, a magyar nép az nagyon okos, iskolában, tudomány, tudósok, mindenben okosak, csak mikor vannak dolgok, akkor inkább a szívükkel gondolkodnak, és nem tudnak nem tudnak látni, mert annyira mérgesek. A magyar ember azért imádom, mert nagyon érzékenyek, szívvel, ha szeretnek, akkor nagyon szeretnek, ha utálnak. Nagyon. A magyar egy szóba az tudom mondani, hogy nagyon. Minden nagyon. Ha egy magyar nem, van egy mondás, ha egy magyar nem akar csinálni valamit, bár mondod neki logikusan, egy magyar, tudod, ha van egy magyar kliensem, és mondom, de szívem, csak tudod, 100 000 dollár van itt a biztosításnak, nem tudsz kapni többet. Uh-huh. Csak azért akarok többet. Uh-huh. Csak azért. Uh-huh. És tudod, de imádom ezt a magyar mentalitást, hogy mégiscsak harcolunk, és nem baj, ha úgy néz ki, hogy nem fogunk nyerni, de mégis nyarcsolom. Ez nagyon jó. De van, mikor nem. Mert tényleg nem tud kapni több pénzet. Szóval. De egyébként látható volt például az EB-n, most a foci EB-n, ugye, ahogy összefogott az egész Magyarország, és ahogy szurkolt a csapatnak, holott mindenki tudta, hogy esélyünk a szinte nulla. Ja, de mégis. Hogy igen. Hajrá! Igen. Ez az, hogy nem adjuk föl. Uh-huh. Mégis, csak úgy is. Ott van egy fal, de letörjük a fal. Tudjuk, hogy biztos vesztünk, de mégis próbálunk. És így vagyok egy ügyvéd. Sokszor nem hiszem, hogy fogok nyerni, látom, hogy van ott 10 amerikai ügyvéd ott egy asztalon, én ott vagyok egyedül, de mégiscsak harcolsz. Harcos ember vagyok, és ezt szeretem. Jó veled együtt ülni egy asztalán. Hát veled is. Jó energiád van. Hát neked is, hát én imádok itt lenni. Kicsit beszéljünk már az ügyvédi dologról, már annyira izgatna, hogy mi filmekben látjuk, hogy kiválasztják ugye az embereket, ott ülnek, és őket kell igazából meggyőzni, a bíró irányítja az egész történetet, van ugye az ügyész, meg van az ügyvéd, és hogy te itt ugye gyakorlatban belelátsz, ugye rengeteg ügyed volt, hogy ez tényleg hogy működik, hogy itt a háttérben azért ott vannak megegyezések, vagy tényleg ott minden a platformon, ott előzajlik minden? Vannak dolgok, ami nem egyenes. Hát voltam helyzetben, ahol hát volt nekem egy ügy, és volt egy másik ügyvéd, mert volt 2 ember, aki volt megsérült, és volt egy ügyvéd egy sérült embernek, és én voltam a másik. És hát én előttem láttam,
hogy a pasi, a ügyvéd mondta, hogy ha nem akarsz veszteni, hozzál nekem $200,000 hónap. És bejött a pasi egy táskával itt New Yorkba, Brooklynba, judge, a bíró neve Victor Barron, utána tudsz nézni, B-A-R-R-O-N, és én ott álltam, bejött a pasi $200,000 egy táskával, kinyitotta, és a bírom anya tudtam, hogy fogod adni, és 2 másodperc utána, puff, bejön a FBI. Jó, hogy vesztegetés. Hát, és betette a bírót börtönbe. Tényleg, ez tényleg történt. Victor Barron. Érdekes életem van, és ez tudok jó. Csinálni egy sorozat, de ez egy óriási ügy volt, és én majd hát én sokba voltam, mert mi van itt? Ott volt a FBI körülöttem, hát majd én nem csináltam semmit, én nem tudok erről, tudod. Júj, de komoly. Ja, de ez történt. És azt tudom, hogy azokat, akiket én ismerek, magyarokat, mindenki ismeri a nevedet. Ha más nem, ugye a Facebookról, hallomásból. Vagy innen... utálnak, vagy szeretnek. Azt nem tudom. De azt tudom, hogyha valami olyan dolog van fölmerül, hogy esetleg bármi ügyvéd, akkor egyből a te neved. Tehát, hogy, és ezt mondta a drágám is, hogy ezt kérdezzem már meg, hogy a Rónai Péter igazából ugye ügyvéd, meg ugye csinálja ezeket a social dolgokat, meg minden, de a mögötte lévő Rónai Péter, a hátul, ki az a Rónai Péter? Ez nehéz, mert szerintem én sem tudom, de én egy nagyon őszinte ember vagyok. Uh-huh. Amit látsz, az vagyok. Én nem vagyok olyan, én nagyon, nagyon barátságos vagyok, és én egyből szerettem a embereket. Én nézek a szemedbe, és már érzem a te energiát, és szeretlek. Tudod, és Péter, téged is. Én annyira boldog vagyok, hogy itt tudok lenni, beszélni magyarul, mert ez egy olyan fantasztikus dolog nekem, hogy én tudok beszélni magyarul, és ember másokkal. Én egyet vagyok veled, mint egy család. Uh-huh. Mert tudod, nekem itt Amerikában nincs, ahogy mikor én nőttem föl, nem volt sok magyar. Uh-huh. És sőt, az első feleségem, mert ez a harmadik, az első feleségem az... Bocs, még ebben is hasonlítunk egymással. Most annyit árulja, hány gyereked van? 2. 2, nekem 3. Igen. Okay. Akkor még egyet tartozom. Akkor te nyertél. Szóval az első feleségem az Kati, hogy vagy? Jobban vagyok minden felesége. De az első feleségem az a amerikai magyar, pont mint én. Uh-huh. És egyből, mikor leültünk, a első randin szerelmes voltunk, hát mert olyan ritka volt, én mindig amerikaikkal voltam. Uh-huh. És itt van egy nő, pont mint én. Uh-huh. És egyből szerelmes lettünk. És ezért én először egy magyar felesége voltam, akkor átmentem amerikaihoz. Az se jön, és akkor most... Most meg egy sváb. Egy sváb. Hát, a svábok se egyszerűek azért. Én imádom a svábokat. Igen? Nagyon, nagyon. Hát minden nap ki van téve nekem egy lista, hogy mit kell csinálni, hány órakor, sosa késik, ha késik, akkor meg akarni. Tudod, a németek azok nagyon puff, Szabi, imádlak. És ide a kamerában van. Ott a kamerában, bocs. Elnézést, akkor rád néztem mindig. Jó, sziasztok, elnézést. Az az érdekes, hogy a Rónai Péter, amiket nyilatkozik, csinál, és ahogy kint vagy lehet ezt mondani így a kirakatban, meg ilyen határozott, és közben meg itt van egy Rónai Péter, akivel lehet viccelődni. Nekem ez nagyon tetszik. Ugye mindenkinek van egy fölépített képe rólad, ugye mondod most is, hogy 5-szintes irodád van, hányan dolgoznak, minden, és akkor mindenki, na jó, neki könnyű, mert tele van pénzzel, meg hát nem úgy kezdtem. Hát ez az, hogy ezt nem tudják, hogy jutottál el idáig. És az összes vendéget, akit elhívtunk eddig, és beszélgettünk emberekkel, olyan sztorikat hallunk, hogy egyébként honnan kezdte és hogy kezdte, vagy esetleg fönt kezdte és leesett, de nagyon leesett, és utána hogy ment vissza, hogy ezek az érdekes dolgok, ugye Péter? Így van. Most akkor magam. Nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem, ez vicces, most nem akarok, megint visszamegyek egy másik helyre, az, hogy mi reggel, azt mondtad, hogy tök jól beszélgetsz Attilával, mi reggel egy órán keresztül beszélgettünk, és tudod, annyira jó, mert... De azt nem mondta, hogy veled jót beszélgetett. Várjál. Ezt vágjuk ki. Nem beszélgettél velem jót? De nagyon. Péter tud beszélgetni, tehát hogyha valakire rá kattan telefonálás szempontjából, akkor ezerszer képes hívni, és ezerszer mindig mesélni. Én is így vagyok, szóval az jó.
Péter, te könnyű. Tudtok, miről veszek. Megmondom, hogy kezdtem röviden, jó? Mert a magyar az mindig a életemből volt. És az első munkám az egy downtown Manhattanbe volt az első, kijöttem ügyvédiskolába, jó sovány voltam, öltöny, nyakkendő, minden, perfekt, nagyon, nagyon jól néztem ki akkor, és bementem, tudod, mi volt a neve az első iroda, ahol dolgoztam? Virág és Virág. Volt nekik egy óriási cégük, olyan 20 ügyvédek. Uh-huh. És bementem, volt a Mark Virág és a Allen Virág, te kettő testvér. És találkoztam a főnökkel a interjún, és angolul beszéltünk, és ő nem tud magyarul. Allen interjút, és mondtam neki, te tudod, hogy mit jelent a neved magyarul? Azt mondta, nem. Azt mondtam, flower, virág. Na, ezt honnan tudod? Azt mondom, hát én magyar vagyok. Uh-huh. És egyből kaptam a munkát, és wow. úgy kezdtem az első munkát, és az egy baleseti cég volt, és úgy kezdtem, és akkor menten, nem akarok most arról uh-huh. beszélni, de a magyar mindig volt a életemben. És kivettem egy hirdetés, úgy, mint egy kis ügyvéd voltam, dolgoztam valakinek, de kivettem egy hirdetés a Magyar Népszavába. Szia László, tudom, hogy Lipsi vagy, de szeretlek. ez volt az utolsó politikai, igen. Ja. De nagyon érdekes, mert a László és én teljesen nem értünk együtt. Uh-huh. Teljesen nem. Uh-huh. Minden nap vitatkozunk, de imádjuk egymást. Milyen László? Bartus. Bartus, igen, köszönöm. Uh-huh. Bartus László, nem tudom mennyi évet ismerem. Nem értünk együtt semmibe. Én mindig próbálom fölébreszteni, de mindig vesztek. Nem sikerült. Nem. De jó barátunk vagyunk, és mint tesók, szóval szia László. Szóval ott csináltam az első hirdetés a Magyar Népszavába, és jöttek magyarok, és behoztam a Virág és Virágba. És akkor még azt mondták a Virág és Virág, na hát ez egy kezdő ügyvédtől behoz embereket, ez hihetetlen. Ja, nagyon boldogok. Mi volt az első eseted? A első ügyem? Ügyed, igen. Hát az első érdekes ügyem, vagy az első ügyem? Mondok egy... A első nagy ügyem, nem szereti, hogy mondjam a nevét. Jó, nem fogom mondani a nevét. Dolgozott a Rikers Islandon, építkezett egy tetőn, és leesett a tetőről, és nem tudott sétálni sokáig, és nyertünk neki 5,5 millió dollárt. Szia! Tudod, hogy ki vagy. Szóval 5,5 millió. Most ezen mosolgunk, de milyen magasról zúgott le? Nem volt magas. Nem volt. Nem. Csak lehet egy emelet, uh-huh. vagy ilyesmi, de puf, a hátán esett, és, uh-huh. és az volt egyik első. Jó, csak ezeket, mikor így meséled, ugye láttam ilyen interjúkat, riportokat, hogy ugye röpködnek itt a milliók, ugye egyből mindenki arra gondol, fú, ez jó kis jutalék lehet akár neked, meg az ember is milyen jó jár, de igazából nem jár jól, hát azért valami sérülést ő szenvedett, mert ezt te be tudod bizonyítani, ő szenvedett, és hát nem tudom, tehát olyan érdekes. Hát van mikor igen, van mikor nem. De vannak olyan ügyek, ahol nem érdemelik, és mégis. De azért vannak ezek ügyek, mert mikor vannak, tudod, a törvény kell, hogy mindenkinek ugyanaz legyen. Uh-huh. Szóval vannak ügyek, amik mondjuk, hogy nem ér annyit, mint kellene, de, és én kapok többet, de én úgy vagyok vele, hogy ezek óriási milliárdos biztosítások, óriási cégek, ők nekik van mindent, amit látsz, a Caesars Palace, a Las Vegas, minden a övék. Hmm. Annyi pénzük van, hogy hihetetlen, mi nem veszük el a embertől, hanem biztosítástól. Uh-huh. És én úgy vagyok vele, hogy jön itt egy magyar ember Magyarországból, nincs neki zöld kártya, illegális, lakik egy basementbe, nincs neki sok pénze, sose volt neki szerencséje, és be meg, hogy én, hogy én most adok neki egy új esélyt, hogy tudja újra kezdeni a életét. Tudják egyébként újra kezdeni? Újra kezdik? Jól csinálják? Hát van, aki nem. Mondok egy sztorit egy magyarról. Hát ez hihetetlen. Szóval, és egy magyar ügyvéddel támadtak engemet. Én nyertem egy ügyet egy nőnek, aki el volt ütve egy kocsitól,
nyertem neki 3.5 millió dollár. Ide jött Magyarországból, egy takarítónő volt itt Amerikában, ennyi. És nyertem 3.5 millió dollárt, az olyan, mint 3.5 millió euró majdnem. És nyertünk neki, boldog voltam, mindent megtettem, és akkor ment egy magyar ügyvédhez, és fenyegetett, hogy be fognak perelni. Azt mondom, miért? Azt mondja, mert én betettél a újságba. Hát azt mondtam, hát te csináltad a képet, hogy akarsz bemenni. Hát fogunk perelni tégedet, ha nem adsz nekünk 3 millió dollárt. Jézusom! Szóval mondtam neki, oké, ügyvéd úr, én benne vagyok. Csináljad, perelje. Én nagyon benne vagyok. Én már látom, hogy mi lesz a blikbe, hogy egy takarító jön Magyarországra, kap 3.5 millió dollárt, és pereli a ügyvédjét 3 millióért. Na, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Szerintem a magyarok ezt nagyon fogják szeretni. Annyi nagy hírem lesz, hogy fantasztikus. Szóval köszönöm, perelje. És megtörtént? Nem. Ja, értem, tehát Magyarországról egy ügyvéd. Nem. Itteni? Igen, egy itteni magyar ügyvéd, nem mondom a nevét. Aha, ez jó. És valakivel jót teszel, és akkor még utána valaki kitalálta, gondolom, súgott neki, hogy személyiségi jogokat csinál, tehát hogy a fényképet közölték az újságban. Hát, hogy most beszélek róla, lehet, hogy még egyszer kezdenek velem, de remélem nem. Meg beszéltél, hogy valahol jól lehet, valahol jobban adnak, valahol nem, és én neked már adtam egy pár ügyet New Jersey-be, de New Jersey-ben nagyon, nagyon szarul fizetnek. Adtál ügyeket nekem? Nem is tudok róla. Majd a műsoron kívül elmondjuk, de már hányszor, már 2-3-at referáltam, de aztán utána mondtad, hogy ez, azt mondja, annyit, mit adnak, érted? Adnak 5000 dollárt, meg 30 ezer. A New Jersey és New York teljesen más. Yeah. New Yorkon lehet csinálni pénzet. New Jersey nehezebb. Szóval emberek, ha le akartok esteni a létrára, New Yorkba tegyétek. Ne, ilyeneket ne is mondjál. Azt hittem egyébként, hogy azt akarod, hogy jutalékot adjon neked a Péter. Mert hogy hoztál 3 ügyet, az kiszámolva 24.500-at tartozol, tehát most azonnal fizest ki. Azt hittem, hogy azt... Jó, csak ne, ez viccelek, hát most ne legyél. Figyelj, ez mindenkinek megvan a saját kis élete. Én, hogyha úgy tudok rajta segíteni, hogy viszek neki egy ügyet, nem azért viszem oda, hogy akkor adjál bele nekem pénzt. I don't care. Nekem ez csak egy, tudod, ez ugyanaz. Akkor csináljuk úgy, Péter, hogy szóljál mindig nekem, és én fölhívom a Pétert, én megbeszélem vele, ő érte. Jó, hagyjuk ezt a témát. Na. Nem történt az, nem. Jó. És tudd meg, ha egy kis úgy, hagyjuk. Ja. Hagyjuk. Arra vagyok kíváncsi, hogyha itt Amerikában valaki elkezd ügyvédeskedni, úgy, hogy te ugye kopogtattál a virág és virágnál, ugye eljutatsz bármeddig, tehát iszonyatos csúcsok vannak, ugye? Tehát szóló karrier, tehát nagy ügyvéd leszel, nagy közismert, mint ahogy ebben az esetben is az vagy, hogy az a lépcsőfokokat itt is végig kell járni, ugye? Durva? Nagyon durva volt. Hát... Úgy kezdtem, hogy tudod, nem volt nekem egy fillérem, és nem volt nekem egy irodám. Szóval apukámnak volt egy ügyvédje, aki behozta Ausztriából, Amerikába, és lett állampolgár. És mindig hálás volt érte, és ez a ügyvéd mindig a apukámnak a barátja volt. És... Szóval én is akkor lettem ügyvéd, és mondtam neki, a neve volt Sid, azt mondom, Sid, most kezdek, de nincs irodám. Szabad használni a irodádat egy klienssel? Azt mondja, persze. Szóval este, mikor már végeztünk, találkoztam a klienssel, és ott volt írva Sid Garber a neve, és én levettem a ő diplomáját, és föltettem Rónai Péter, és most a én irodám volt, szóval így kezdtem. Nagyon nehéz. Ja, nem. De azért látod magad előtt, hogy mi is lehet ebből az egész ügyvédeskedésből, ugye? Hát én féltem, én azért tudtam fejlődni, mert nem volt pénzem, és kellett enni. Szóval, amikor egy olyan helyzetben vagy, akkor nagyon dolgozol. Hát nagyon keményen, és szerintem, Kati, bocsánat, de szerintem ezért nem működött az első... Ja, mert nem voltál otthon. Nem, mindig dolgoztam. Mindig. És akkor mentél az ügyek után, de közben ugye szóbeszéd útján is elterjedt, hogy te ezt jól csinálod. Hát megmondom a igazat. Volt, akkor a virág után mentem egy másik ügyvéd irodába,
És ez a pasi a tévében volt, és ő nagyon-nagyon sok ügyet kaptam, és én nagyon fejlődtem ebbe a irodában, fiatalon én voltam a legelső, a top ügyvéd, én irányítottam a egész irodát, és milliókat csináltam neki, és vártam, hogy több pénzet kapok a év után, tudod? Uh-huh. És $2,500 adott, és abból még lejön adó, és azt mondtam, ja, kösz, nem, visszaadtam neki, nem kell a pénzed. És, de én azt csináltam, hogy ő mikor hirdetett, nagyon sok ügyek jöttek be, és ő kidobta, amit nem akart, ő kidobta a szemétbe. Én meg bementem a szemétbe, kivettem a nevét, átmentem a házhoz, és a legrosszabb negyedekben, nagyon fekete spanyolok és druggok, és én mentem öltönybe, bementem egy házba, ahol nem, tudod, egy épületbe, ahol nem is tudtam látni a kezemet a arcom előtt. Uh-huh. Úgy féltem, mint a nyavaja. De azt hiszem, azért nem ölték engemet meg, mert azt hitték, hogy én egy rendőr vagyok. Uh-huh. És mindenki hagyott engemet békében. Uh-huh. De így kaptam nagyon sok ügyeket. Uh-huh. Tudod, amitől kidobott, én megettem. És egy idő után meg olyan rutint, gyakorlatot szerzel az ügyvédi szakmában ezáltal, hogy egyszerűen elindul fölfelé a karriered, ugye? Ja, hát ja, tanultam a irodákból, az volt, mint egy iskola nekem, uh-huh. és ott úgy tanultam, hogy kell mit csinálni. De milyen érdekes, hogy volt egy filmben is, hogy amit átvizsgált az ember, a főszereplő, az a szemetes kukák voltak, hiszen ugye mindenki, főleg abban az időben ugye jegyzetelt, és ami nem kellett, összegyűrte, kidobta, uh-huh. és a kukából kiszeded, mint a te esetedben is, uh-huh. megnézed, és hát a főnöködnek nem kell, akkor te majd megcsinálod. Így van. Ez melyik film volt? Nem tudom, vagy én nagyon gyenge vagyok filmekben, csak így néha így fölugranak ilyen képek, és ezt láttam. Uh-huh. Nem, azért, mert én meg imádom a könyveket, és a Michael Connelly-nek van a, tudod, a Lincoln Lawyer, a Aha, Mickey Haller. A Lincoln Lawyer, az egy jó könyv. Yeah. Yeah. Jó film is. Ja, igen, és abból, én azt imádom a lawyerekbe, vagy a ügyvédekbe, hogy nagyon okosan tudnak gondolkodni. Hát, én mondjuk, hogy én egy praktikás ügyvéd vagyok, és a Holly az a tanult. A classy. Hogy kell mondani? Classy? Hát igen, tehát... Nem művelt, hanem ja, elegáns. Ez a klasszikus. Ő elegáns, igen, én uh-huh. meg egy paraszt ügyvéd vagyok, mondjuk úgy. Neked ugye van egy habitusod, gondolom a társad meg leül és átgondolja, és ja. próbálja neked elmagyarázni, hogy figyelj már Péter, na, hát azért nem menjünk ennyire hát, a falnak. Például a kacsahajó ügybe, a uh-huh. Philadelphia ügybe, Halli, ezt fogod szeretni, hogy mondom. Abba a ügybe először ajánlták olyan $7 millió. Tudod, milyen nehéz mondani nem $7 millió? Uh-huh. Nagyon nehéz. És én mondtam, Halli, kell. Azt mondja, nem, tudunk kapni többet. Azt mondom, nem, egyezünk meg, 7 millió az. Uh-huh. Nagyon sok. Halli mondta, nem, hát veszekedtünk, hát én vesztettem, és fejbe le, bementünk vissza a szobába, mondtunk a ügyvédeket, nem, kell több. De nagyon nehezen mondtam, képzeld el, $17 millió nyertünk. És akkor mit mondasz az ex-feleségének? Jó volt, hát imádlak, bármit akarsz, megteszem. Szóval, tudod, de én szeretem a biztonságosat, de van, mikor neki van igaza, van, mikor neki, mi sose értünk együtt, mert ő a tanult, én meg a praktikus, és valahogy vitatkozunk, és a jó döntés jön ki. Uh-huh. Uh-huh. Ez a csapatmunka. Így van. Kár, hogy nincs itt. Mindig mérges rám. Miért? Mert mindig a én arcomat látnak. Ja, értem. És mondom neki, hát jó, jöjjél, csináljunk. Nem beszélek nagyon, majd megoldjuk valamit. Nagyon édesen beszél, tud mondani egy-két szót, mint rettenetes, és szeretlek, uh-huh. és egy-két szót tud, és volt Magyarországon. Péter, majd képet keresünk már létszes hallóra, jó? Ja, persze, mindjárt megkeresem. Ott a ronai.com-on van. Szerinted még tudsz tovább fejlődni ebben az ügyvédségben? Lehet még tovább fejlődni? Igen, hát most kopogok. Nagyon sok ügyet kaptunk a COVID után. És szerintem most kaptam, most dolgozok a legnagyobb ügyen a karrieromba. Igen? Igen. Lehet róla így érintőlegesen beszélni? Ja, hát egy pasi dolgozott a létrán, és nem magyar,
dolgozott egy létrán, és leesett 3 szintet. Jó. Ja, ja, és most paralis. Uh-huh. És nem fog soha sétálni még egyszer. És én ott voltam, mikor ezt megmondták neki. Nagyon, nagyon döbbentő volt. És van felesége, 3 gyerek, és képzeld el, most bent van a rehabilitációba, uh-huh. New Jersey-be, uh-huh. És van neki egy kislánya, aki 9 éves, és nem engedik, hogy lássa őtet. Jó, mert annyira összetörte magát? Nem. Ha nem? Na, mit, miért? Nem tudom. COVID. Na, Péter? COVID. Ez az? Ja, COVID. Igen. De a anyukát azt beengedik, az vagy engemet beengedik, de a kisgyereket nem. Ne, ez, és mikor kell egy ölelés, yeah. az nincs. De én most, látod, itt jön a Péter, ami nem a Halli csinál. Szóval jövő héten kell neki menni egy, ki a kórházból egy a idegorvoshoz, és viszik. És te leszervezed, hogy közben... Én fogom odavinni a kislányát. Jó, ez jó. Ezért vagy magyar, látod? Látod, ja, ezért kell a magyar. De ebből nem lett probléma? Nem. Hát mi lehet? Mit tudnak hát... csinálni? Tegyenek börtönbe, mert összetettem egy paralis embert a kislányával. Uh-huh. Ja. Te vagy a babysittere a kislánynak, és éppen arra jártatok. Jé, nézel a találkozót. Legyenek mérges rám. Mert inkább, akkor megyek börtönbe. Jó. Te, vagy ti, hol laktok most magyarul? Ja, igen, itt van. Aha. Hát ez egy rossz kép róla. ez a Las Vegas ügy. Tudod ezt a ügyet? Nem. Ez mi volt? Add vissza Péter. Okay, de rosszul van. De azt hiszem föl vagy le. Ja, amikor lövöldözés volt? Igen, Las Vegasba. Uh-huh. Nem, másik fele. Nem, föl. Így merre fele? Nem, ott van. $800 million global settlement. Nem kaptunk $800 million, mint nekünk, volt több ügyvédek. Jaj, de rossz ezeket. De ja, ez volt a Las Vegas lövöldés. Uh-huh. Hallottál róla? Hallottunk, ja. Ez szörnyű volt. Ja, ja. Egyébként ez a kép, ez tényleg nem jó sikerült rólad. Nem. Ez nem tudom ki. Majd mindjárt keresek másikat. Ne, hagyjad. És az, tényleg azt veszem észre, bármit is nézek rólad, vagy olvasok, vagy bármilyen dolog, hogy tényleg ez a, tényleg erős vagy. Tehát, nem, mérges tudok lenni. Nagyon mérges, és meghűlök. Neked, ugye beszélgettünk már, jó pár vendégünk volt, nagyon sok embernél vannak önbizalmi problémák, minden, neked semmi. Nem. Én nekem nincs önbizalma. Mert annyira mérges tudok lenni. Tudod, mikor mérges uh-huh. vagy, akkor nem gondolkodsz. Uh-huh. Az csak harcolsz. És nem gondolkodok, mikor mérges. Sportoltál valamit? Tenisz. Nagyon, hát minden sportot csináltam, de, uh-huh. de tenisz, uh-huh. nagyon imádom. És teniszben is ilyen vagy, hogy hát nincs veszítés? Nincs. Vesztek, de harcolok. De nem akarod. Hát, na ez egy jó sztori. Teniszeztem valakivel, és ezzel a pasival mindig, van mikor ő nyer, van mikor én, de nagyon keményen játszunk. És egyszer jó, harcoltunk, hogy, és nagyon akartam nyerni, de nem éreztem jól magamat. És mondom, kell menni a vécére egy percig. És kimentem, és egy kicsi hányás kijött, de még úgyis kimentem játszani, dobtam a labdát, és látta rajtam, hogy nem oké valami. Nem valami oké, azt mondja, Péter, hagyjad abba. Nem. Mégis játszottam, azt mondja, Péter, én abba hagyom. Jó, te nyertél, hagyom abba, menjél valahova. És mentem a fotelon, mert nem éreztem jól, és hívtam a Hallit, hogy Halli, nem vagyok jól. Jöjj, tudsz jönni értem? Á, jól vagy, csak ülj le egy kicsit. Hát jó. Vártam egy kicsit, hazavezettem, mentem aludni, fölkeltem reggel, még nem voltam jó, szerintem menjek a kórházba. Bementem a kórházba, bejön a orvos, azt mondja nekem, Péter, neked egy infarktusod volt. Azt mondom, nem mond. Ja, kell műteni tégedet most. Jó, és kiortad lábon. Ja. Szóval nem akartam abba hagyni. Figyeld, nagyon vigyázzod kell. Múltkor Péter is rám ijesztett, mert azt mondja, hogy érzi. Hogy ja, minden férfi egy időkorban, ez egy infarktus, de... És fú, ez ja. kemény, és megműtöttek? Melyek? Kettő infarktusom volt. Kettő? Ja. Két oldali, vagy... Hát nem tudom hol, de betettek ilyen... stenteket úgy hívják.
ügyvéd, nem orvos, hallod? Ügyvéd, nem orvos. Ja, de doktor. Tényleg itt PhD van, vagy doktor? JD, Juris Doctor. Aha. Ja, úgy hívják. Mert ugye nálunk is a Magyarországon, tudod, az ügyvédek, a doktor, nem tudom. Kicsit ja, itt nem mondják doktor. Igen, itt nem, mert ott a igazi, vagy itt az, a doktorok, azok doktorok. Aha. De jó, és a mostani feleséged mit csinál? Mivel foglalkozik? A gyerekekkel. A gyerekekkel? Ha én gyerekemmel. Ja, hát otthon marad, de nagyon okos, és tudna, de én akarom, hogy otthon legyen. Uh-huh. Én akarom, hogy... De ez nem önzőség egy kicsit, hogy ő maradjon otthon, vagy ő itt jól érzi magát, hát, úgy gondolod? Hát nem, minden nő, ez egy konflikt. Én érzem a nőknek a fájdalmat, minden nőnek van ez a fájdalom, mert nem tudnak, ha otthon maradni, vagy dolgozni, vagy fele-fele. Uh-huh. De én úgy vagyok ebben, mint a kacsahajó ügy. Tudod, a kacsahajó az tud menni vízen és földön, uh-huh. de nem csinálja egyet jól. Szóval egy nő, én szerintem ez az én véleményem, nem akarok senkit megbántani, de ha meg tudja tenni a nő, akkor választjon egyet, nem mind a kettőt, mert a gyereknek kell a anyja. És ha dolgozol, akkor nagyon durván kell dolgozni. Ha meg tudod tenni, tudod, de egyet kell választani, mindenben nem. Uh-huh. Hát képzeld el, ha te dolgozol, és neked kell fölhozni a gyereket, nem lenne nehéz? Nehézkes lenne. Hát képzeld el egy nő, hogy mit megy át. Ezek hősök, ezek a nők, tényleg. Hát de a nők meg tudják csinálni azért. Nem tudom, hogy. Ez nehéz. Meg ezen felé tudnak figyelni. Igen. Tehát igen. Én a koncentrálok a Forma 1-re, vagy arról, hogy most beszélgetünk, ő itt közben mutogatna nekem valamit a kisvörös, mert itt van, akkor én nem tudom, nem fogná az agyam. De tudod miért ez van? Hát ezek a hős emberektől jön. Ezt tudtad? Nem. Nem, tényleg. Hát nézzél vissza. A hős emberek, tudod, a nő ment avval a hős emberrel, aki caveman, jól mondom, hősember? Igen, ja, hősember, ős. Ős, látod így mindegyel. Nem baj. Ősember. A ősember az a legerősebb ősember, aki hazahozta a kaját és ilyesmi, a csaj avval a férfivel ment, ugye? Uh-huh. És mi kell, hogy vadásszál, hogy mint egy nyilas, egyenesen látni egy dolgot, egyet csak kell arra nézni, és ezért vagy egy jó vadász. És ez így van a tévében, amikor csatornázol, egy férfi nyomja a gombokat, uh-huh. és így tudja csinálni, és csak azt a csatornát. De egy nő mit csinált? Ő kiment, és volt egy fa, és egy fa, és ott vannak almák, és a nő tudta minden színet, hogy melyik a jó alma, melyik a rossz alma, és ez, tudod, ez van a shoppingolásban. Tudják, hogy ezt a ruhát, tehát nézed egy nőt, minden ruhát kell nyúlni hozzá, yeah, ugye? Yeah. És akkor tudja, hogy melyik szín a ruha, kiteszik a lábat, de a férfi megy egy üzletbe, és lássa a ruhákat, olyan, mint egy ősember. Ez a ing jó! Kész! Yeah. Meg tudatosan mész be, mert tudod, hogy kék inget akarsz, vagy fehér inget. Yeah, ennyi. Ők meg másfél óráig ugyanazt nézegetik. Minden szín tudnak. Nekünk csak van piros, fehér, kék. Nekik van más nevük, a lavender és a periwinkle. Meg, hogy valamit mutatnak például, hogy látod, hogy ciklámen, és zöld. Nem, ez ciklámen, tehát nem jól látod, apukám, és te vagy a hülye. A végén úgy érzed, hogy na. Tudod, még a férfi agy is máshogy dolgozik. Nekünk van a agyunkban egy dobozok, tudod? Uh-huh. És minden dobozban van egy valami. Ez a doboz, ez erről szól, és vannak nekünk ilyen dobozok, és a nőknek teljesen más, nekik minden van keverve, össze, és minden szanaszét, és mindenről tudnak gondolni egyből, de a férfi az csak egy. És egy nő mindig gondolkozik, egy férfi tud ülni, és a nő mondja, és nem gondoltunk semmiről, és a nő jön hozzánk, és azt mondja, szívem, mire gondolkodsz? Uh-huh. És mondjuk, semmi. És a nő ezt nem érti, nem tudják azt csinálni. Ja. Nem tudnak a nők semmiről gondolkodni. Azt megnézed, hogy a tömegközlekedési eszközökön például felszállnak hölgyek, egy táska, két táska, egy hátizsák, kis szatyor, nagy szatyor, és én meg egy, mint a maximum egy övtáskám, vagy a zsebembe bele van dugva az összes igazolványom, ennyi. És így nézem mindig, hogy mi a francokat tartanak benne. Hát most a én feleségem ezt tett.
Ezt most ebben ez a ridiküllel menjek. Csak mert boldog vagy, akarom, hogy boldog legyen, de utálom. De, bocs szívem, bocs. Bocsi az élet. Szeretem, nagyon jó, nagyon jó. De szóval ez van. Nagyon érdekes a különbség a férfi és a nőtől. Nem értem a nőket, de egyszer jött egy kártya a feleségemnek, a lánytestvéremtől. Hogy boldog születésnap, és volt valami madárolt, és bedugta a fejét, nem is emlékszem, és a feleségem kinyitja a kártyát, és mondja, bitch, tudod, mi a bitch? Igen, mondtad, vagy idióta. Mondjuk, ja. Vagy hogy kell mondani bitch magyarul? Hát, kurva. Hát, ne így mondjuk, hát, jó. Idióta. Jó, igen? Mondta, idióta. Azt mondom, mi az, boldog születésnap. Hát te nem látod, hogy a nap ez jelenti, a madár ez jelenti. Ez... Ja, és már ősszel. Ja, és én mondom, mi, miről beszélsz? Azt mondja, nem hiszed el? Jó. Jó, azt mondja, a Zsófi, jöjjél ide. És a barátja jön ide a Zsófi, és azt mondja a feleségem, na nézed ezt a kártyát. A Zsófi kinyitja a kártyát, és mondja, idióta! De azt mondom, hogy csak ott válok, hogy mi? Nem tudom, hogy annyi szintünk van, mi egyenes, egy szintünk van nekik. Aj. Igen, tehát ők kombinálnak. Vagy mikor vannak egy üzletbe, azt mondja, az a nő rosszul nézett rám. Igen. Miről beszélsz? Én föl tudok menni bármilyen pasiról a világról, és beszélni vele sportról, vagy szexről, és a legjobb haverom. Igen. Egyből, bármilyen férfi. A nők azok... Ők szelektálnak. Péter, ja. Mit akartál mondani? Most már annyira elmentünk tőle, de... Menjünk vissza. Tessék, a nők, én, mert például mi ketten egyetértünk azzal, hogy a nőknek otthon kell lenni, és mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk a szexisták. De én azt mondom, hogy könyörgöm, egy dolgozol egy teljes állásban, és a hazamész, egy háztartás, az egy teljes állás. Yeah. Mosogatni kell, főzni a gyerekekre. Én nem tudom csinálni. Azért mondom, hogy a feleség azért maradjon otthon, nem azért, mert hogy mi szemetek vagyunk, hanem azért, mert tényleg mi megtiszteljük, mert imádjuk a feleségünk, meg imádjuk a nőket azért, mert ez nagyon nehéz maradni. Hát várjál, én nem mondom, hogy a nő otthon kell maradni, de én azt mondom, hogy kell neki választani. Vagy egy karrier, vagy család. Én így vagyok vele, mert nem lehet mind a kettőt csinálni. Jó, tudom, hogy a nők ki fognak nyírni, és nem minden nőről beszélek. Van a kifogás, jól mondom, exception? Igen. Kifogás? Kivétel. Van kivétel, a nők, akik tudják mind a kettőt csinálni jól. Nem mondom, hogy nincs jó, és a nők, én most mondom, hogy okosabbak, mint én, de mint férfik. De én biztos nem tudnám csinálni mind a kettőt, és ezért így érzek a nőkről, hogy ha én nem tudom csinálni mind a kettőt, akkor én szerintem a nő sem. Igen, mert mi úgy gondolom, én legalábbis úgy gondolom, hogy mindenki magából indul ki. Ja. És mivel mi ezt nem tudjuk fölállítani, de ők egyébként tényleg meg tudják csinálni, tehát ez a vicc. Mert ugye sok olyan helyzet van, vállás, vagy bármi olyan sztori, nem lesz új párja, akkor ugye kénytelen egyedül. Ja, akkor kell, és fantasztikus. És megcsinálják. Megcsinálják, igen. De ismerek olyat is egyébként, nincs is messzire, hogy például apuka együtt maradt gyerekével, és apuka is meg tudja csinálni. Tehát mi is meg tudjuk csinálni. Á, én nem tudnám. Biztos meg tudnád, hidd el. Tehát szereted annyira a kölykeidet, biztos vagyok benne, hogy... Én nem vagyok elég szigorú. Tényleg, a feleségem a szigorú a gyerekekkel. De én mindent oda, ha a lányom nyonya, apu, akarom, oké. Okay. Én egy rabszolga vagyok. Elolvadsz és kész. Te kész. Hány éves a lányod? A négy. Négy, és a fiam az 6, és megörök. Neked hány évesek? Hát az enyémek már nagyobbak. 15, 18, 29. Én későn kezdtem. Én meg hamar, én meg túl hamar kezdtem. Ja, de erről is beszéltél, hogy miért kell későn kezdeni a gyerekeket, meg emlékszel arra, amikor mondtad? Nem. Hogy az a lényeg, hogy... Ja, igen, emlékszem. Van jó benne, és jó rossz benne, hogyha idősen van gyereket. A rossz benne az, hogy meg fogsz halni, és nem leszel ott nekik. De a jó az, én már, tudod, már nekem van egy kis pénzem, és nem dolgozok annyira nehezen, mert mikor 25 éves voltam, és én tudok lenni a gyerekekkel többet, és ott tudok lenni nappal, bármikor, tudok csinálni, amit akarok, mert most már egy főnök vagyok. Szóval
így jobb, mert ha gyerekem volt, mikor 25 éves voltam, vagy 30 éves, akkor nem láttam volna. Ja. Mert nagyon keményen dolgoztam akkor. Ja, hát nekem is ezért volt két válásom, de ebben is menjünk bele, és még pénzem sincs. Na mindegy, de hát mától kezdve, ugye most már megismertük egymást, hát ha keresel egy asszisztenst véletlenül, akkor én pont ráérek. Megint hülyeségbe gondolkodol. Mennyit keresnél asszisztens? Mennyi fla, tetőre ugorjál le, ennyi. Jaj, hagyjuk, ez de nem egy jó téma. Mi a kedvenc zenét például? Milyen zenéket hallgatsz? Ez egy jó kérdés. Imádom a AC/DC-t. De csináld! Judit, hallod? Judit! Hát szerinted a monitorképem egy pont egy AC/DC. Én Bon Scott időszakot imádom. Ja, én imádom AC/DC. Mielőtt menjek egy tárgyalásra, kell hallani AC/DC-t, és akkor puff, akkor kimész. A Thunder. Ja. És minden daljuk ugyanaz, de mégis jó. Igen. Ugye nagy szenzáció volt jó pár évvel ezelőtt, megjelent az új AC/DC lemez, és mondja a másik AC/DC fan haverom. Egyébként ugyanaz, mint eddig volt, de hidd el, ez az új, ez zseniális. Szövegben ugyanaz a zenében. Nem tudom, hogy miért olyan jó, de mikor hallom, össze akarok verni valakit, és imádom ezt a érzést. Nincs olyan, tudod, a Led Zeppelin például, jó, nagyon jók, de a AC/DC is sokkal jobban csinálták, mint a Led Zeppelin. Nem annyira jók a Led Zeppelin. Én egyszer beszélgettem egy telefonos boltban egy ekte amerikaival, és ő a Def Leppardra. A Def Leppard, az is jó. Arra esküdött, és én mondtam, hogy AC/DC, és mondja, de nem érti, hogy én miért szeretem az AC/DC, ausztrálok, bla. És Brian Johnson lenn lakik Szaraszotán. Nem van. De, van egy magyar étterem, és ott szokott kajálni. Nem van, wow. És a magyarok megígérték, hogy sajnos nem találkoztam vele, mert mondta, hogy nem úgy lehet, hogy ott ül, és akkor na, hát bemutatom, itt van Attila és a nagy AC/DC fa, hanem ott mozogsz egy kicsit, meg minden, és ki tudja, mit hoz esetleg, akkor bemutatnom neki, de hát azért jó lett volna látni. De nem csak a másik oldalon, ami teljesen más, mint a AC/DC, szeretem a Pink Floydot. Jó, a Pink Floyd. Ha este akarsz aludni, és ilyesmi, annyira, vagy nem füvezek, de ha füvezel, akkor hát a Pink Floyd az... Szóval attól függ, hogy milyen érzésed van. Ha akarsz harcolni, vagy nyerni valamiben, akkor AC/DC. Ha akarsz aludni, akkor Pink Floyd. Nekem volt egy nagy Pink Floyd rajongó barátom, és mondja, hogy hát ez az új zenéjük, ez új számok, ez zseniális. Hát 9 perc, 8 másodperc hosszú volt. Ja. Ott ülök, ugye várom az AC/DC-t, ami ugye 3 és fél max, és berakottak Pink Floyd, hogy Jézusom mondom, mikor lett. De érdekes, hogy a falnál, a fal lemezüknél, hát az zseniális. Az pont neked való, mert ugye a lázadás benne van, meg ez a szabadságos. Hát dolog. Én tudom, hogy miről szól. És tudod, miről szól? Nem. Hát az NDK-s időszak persze, így tudom, hogy ugye azzal kapcsolatos? A NDK-s? Hát NSK, NDK, hát a fal leomlásával. Ja, nem arról szól. Nem. Minden daluk erről szól. A Roger Waters, ő a legjobb barátja volt egy ember, Syd Barrett. És ott kezdték a zenekart. Akkor volt a Pink Floyd. És ez akkor a LSD az legális volt, csak nem tudták, hogy rossz. És ez a pasi bevett nagyon sok LSD-t, és teljesen meghűlt. Elvesztette a eszét. És minden dal, és a legjobb barátja elvesztette eszét. Amit látsz, ha nézed a filmet, a fal, az tényleg történt. Csak ez a ő fejében volt. Tényleg levette itt a szemöldökét, és tudod fölnézni Syd Barrett, és teljesen meghűlt, és egy falt csinálta agyán mögött, de minden a Lunatic, a minden dal, amit a Pink Floyd ír, és Wish You Were Here, hogy az arról szól, hogy akarják, hogy visszajöjjön. Nagyon döbbentő volt, és hogy mi zajlik a fejbe. Az egész wall, a fal, az nem a német de fal. De arra azt futtatták. Tehát mert az véletlenül bejött, de nem arról szólt. Uh-huh. Arról szólt a barátjuk, akik meghűlt. Ezt nem is tudtuk. Ja. Van ez a dal, Shine On You Crazy Diamond. Okay. Azt tudod ezt a dal? Okay. Yes. Hogy kell mondani azt magyarul? Shine. A gyémánt csillogja rám? Ja. Na, a Syd Barrett volt a gyémánt, és menjél tovább. És ahogy írták a dalot, tudod, ő már nem volt a együttesben, mert meghűlt. És ahogy írták a dalot, a Syd Barrett csak bejön a szobába. Csak nem ismerték, mert nem volt neki szemöldöke, teljesen levágta a haját, nem tudták, hogy ki, és ahogy játszottak, és kezdtek játszani, akkor néztek oda, és
rájött, az meg az a, az a Syd Barrett, és meghűltek, és nagyon mindenki sakkba volt, hogy ez a pasi meghűlt. Szóval na hát látod, már kaptunk egy olyan információt, hogy megérte. De ezen kívül más zenék? White Stripes, White Elephant, ezt tudod, vagy ilyen kemény zenéket szerettem, harcos zenéket szoktam szeretni. Igen, igen, Metallica, Guns N' Roses, én a kemény zenét. És például a Five Finger Death Punch. Ezt nem tudom, de jól hangzik. Magyar a gitáros benne. Nem van. És hallottam a barátom, török Andi, szia Andi. Oda a kamerában. Ja, bocs. Szia Andi. Ő egy gitáros, és volt vele gitáros. Mi a neve még egyszer? A Five Finger Death Punch. Igen, és a gitáros, aki ebben a zenekarban volt, mondta Andinak, menjél velem, nagy fogunk lenni. Nem mondod. És a Andy mondta, nem. És a barátja nagy lett gitáros, de Andy az nem annyira nagy. De jó, török Andi. Nem, most egy más névre van Facebookon. De itt van Amerikában? Igen. Ő is amerikai magyar, mint én. Aha, és gitározik? Nagyon jól. Ez szíves, találkozni kell vele. Hol lakik? New York? New Yorkban lakik, azt hiszem. Hát megvan a következő vendég. Köszönjük szépen, Péter, hogy itt voltál. Én köszönöm. Nem, csak vicceltem, na mindegy. Na, ezt a zenekart, ezt most annyira fölkapták, annyira mennek, hogy ilyen 200 millió, 300 millióan nézik, de majd megmutatod neked. Péter, hogyha esetleg be tudod vágni, azt megköszönöm neked. Csak ott is, hogy magyar gitáros van, és ugye Budapesten, amikor játszott, tehát hihetetlen őrület volt meg. Zseniális. És tényleg ez is milyen érdekes, hogy ez az AC/DC-t mondod, meg említed, nekem is a kedvencem. Igen. Hát, ha olyan helyzet van, és mondjuk rockstárrá iszom itthon magam, amikor ugye nincs adás, meg semmilyen dolgom, előfordul, tudod, annyit drinkelek az íróasztalnál, hogy mindig AC/DC-vel fejezem be. De te úgy nézel ki, mint egy zenész. Tényleg, hát emeltek, hogy basszusgitározgatok meg, meg most lesz egy zenekar, most az elkezdődik. És... Én álmodom, egész életemben akartam zenész lenni. Tudod, ott a szobámban volt nekem egy teniszütő, és abban, tudod, és a fejemben volt, hogy mindenki, ja, Péter, és ne. Hát ezt már sokszor elmeséltem, kint volt a kisfürösnek, a drágámnak az anyukája, és hát délelőtt volt, de jól éreztük magunkat, és már délbe elkezdtünk, tudod, egy kis pálinka ez az, és Atikára nálam beütött a történet, és ilyenkor azt csinálom, hogy fölveszem a fülhallgatómat, hallgatok valami zenét, ugye nem zavarok senkit, fölállok az ágyra, és látok magam előtt 20 000 embert, tudod, és pengetem, és akkor pont bejött az anyukája, benyitott, és ott lát egy 55 éves fickót az ágyon áll egy gitár a nyakába, fülhallgatóba, egy kislányom, gyere már, mi baj van? Benézi, ja, semmi, csak rockstarra itt a magát, hagyjad. Hát van egy másik dolog, ami ugyanaz. Én is 55 vagyok. Tényleg? Aha. Wow. Ja. Ha én 66-os vagyok. Én is. Hát ez szíves. Majdnem ugyanakkor nem, én 65-ös vagyok. 65-ös vagy? Ja. Én 66. Ah, oké. Okay. Akkor az... 54 vagy? Igen, most leszek decemberre vagy. Csaltam, bocs. Na igen, itt a zenekar, és jobbról a második ember. Ő a magyar. Ja, Rastafarian. Nekem nagyon bejön a zene, ügyes. Fiatalos, jó lendülete van. Ja. Tetszik nagyon, de nagyon nagy rajongó táboruk van. Aha. És ráadásul imádják az autókat. Te szereted az autókat? Nekem van a kettő legjobb autó világon. Ha akarsz adni nekem egy Rolls Royce-ot érte, vagy egy Lamborghini, mondjam, csáll, nem kell. Milyen autód van? Várjál, nem mondjad el. Ja, berakod? Hát persze, hogy berakom. Én kérlek szépen, nem akarok titkot elárulni, most vettem egy 8000 köbcentis sportautót, kétajtós, fekete. Hát Scion IQ, de én úgy nézek rá, és szerelem autó, képzeld el. Tehát ide New Yorkba, hát ez a legjobb. Aha, mindig van parkolóhelye. Ja, nagyon jó. Elemes, nem? Nem, benzin, ez 1.3-as. Toyota motor van benne. Ja. Ha sokat tankolok, ez van neked? Ez egyik. Ez azért érdekes, majd ezt kisvörösnek bemutatom, mert mi bementünk Floridába egy Tesla szalomba. Aha. És mondja az eladó csajsz, egy fiatal, nagyon barátságos, mosolygós, hogy bármelyiket ki lehet próbálni. Uh-huh. És hát mondom, drágám, milliómosok leszünk jövő héten, pont egy ilyet veszünk neked, jó? Nekem meg valami sportautót. És akkor mondja a csajsz, menjünk oda, bármely, oda megy, oké.
Hát már ott állunk 10 perccel, látja a csaj, valami nem oké, oda jön, tud esetleg segíteni, vagy igen, tudnál, hogy kell kinyitni az ajtót, mert nem jöttünk rá, képzeljétek el. Igen. És utána beült a kisvörös, és ugye bekapcsolták a központi kompjútert, és azt mondja, Jézusom, ez mi? Mondja a csaj, mindent be tudsz állítani. Ezen? Hát az e-mail címemnek a passwordjét néha elfelejtem, nem mondjuk. Ezen bármit is beállítani. Szóval ez ilyen szerelem autó neked? Hát ez egyik. A másik, ami van nekem, az egy Porsche Taycan, az egy teljes ellemes autó. Aha. Turbo S? Nagyon. Nagyon. Durva? Nagyon. Hát olyan vicces, tudod, jön egy Lamborghini hozzám ott Magyarországon, és akar versenyezni. Én nevetek, mert úgy összeverem, hát a exem összeveri a Lamborghinit, de nagyon, sokkal gyorsabb. Van ez a super ludicrous speed, vagy valami. Hát hány inger kapsz? Annyira, olyan gyors, olyan jó, és igazából a X az jobb, mint a Porsche, mert a X az mindent tud csinálni, és egész családot be tud menni, és olyan gyors, hogy hát legjobb autó világon, hát mondom. Kell csinálnunk egy videót akkor az autókról, és itt vannak Amerikában, vagy otthon vannak? Otthon vannak. Otthon vannak? Ja, mert én Manhattanben lakok, nem kell itt, autó. Hát itt fölösleges. Ja. Amit a magyar negyedben lakok. Tényleg? Aha. A régi magyar, az a hányos utcánál van? A 79 volt a régi magyar ház, ami bezárt. Igen. Ott voltak a 56-osok, ott táncolta apukám, kártyázott, és minden, az a eredeti magyar ház, vagy egy nem tudom mi, de az olyan 200 éves, vagy van, 150 éves, olyasmi. Az, tudod, egy magyar megvette a egész épületet. De az van még? Nem, megvettem, és bezárták. Ja, bezárták is. Nem tudom, hogy mit fognak csinálni vele. Ja, értem. Ja, de nagyon-nagyon cool. Én mindent, ami magyar, imádom. Át kell vennünk, ennyi. Már nincsen. Ja, már nincsen. Jó. Hogyha tudnál egy ilyen közösséget formálni, egy magyar közösséget ételezik fel, biztos megtennéd, nem? Közösség, ez mit jelent? Hát, hogy embereket összehozni. Nagyon szeretném. Azt nagyon szeretném. Tudod, imádom a kibart. Szia, Attila, a kibárt. Shout out to Dravicki, Attila. Reméljük, hogy egyszerű is Attila van. A Hun, úgy hívja magát. Igen, egyszer szeretnénk, ha eljönne már jó pár ideje. Próbálkozom. Tudod, nem a legszebb bar, mondjuk. Ja, azt hittem, Attila nem a legszebb, nem rossz képű. A bar az nem nagyon szép, igazából nem szép. De, tök jó hangulata van. Kicsi, mindenki magyar. És ezt imádom. Hát nem baj hol, de mindenki össze van. És elmesélek imádom. Még egy sztorit, ne haragudj, hogy ennyit mesélek magamról. Fölkerültem New Yorkba, elmentünk a Kíbába. Olyan állati jól éreztem magam, hogy akkor még nem cigiztem, a többiek cigiztek, kimentünk a bár elé. És ott cigiznek, ott el vagyunk a kis borocskámmal, egyszer balra nézek, mondom, nézd, nem hiszem el, a Xtreme nevű zenekarnak a gitárosa. Nem. A Batonyó vagy Kutonyó. Nem tudom a nevét, ja. Akkor te tudod, kiről beszélek, és olyan boldog lettem, tudod, hogy vigyorod, és oda jön hozzám, hey, Barry, what's up, mi újság, tudod, és ölelkezés, puszi, minden, elmegy, és kérdezik, hogy ki volt ez a hosszajú. Hát mondom, az Xtreme, nem tudják mi. Beütöm, hogy Xtreme mutatom, ez a... Hát tudsz énekelni is, mi? Igen, és nem. És nézik a videót, és azt mondja, tényleg ez volt, mennek el a furgonnal, düdő, hey, Barry, see you later, minden. És mondom, följön, hogy New Yorkba, de tényleg, hát honnan ismerném szerinted, és olyan boldog voltam, hát ezt nem hiszem el, hogy és pont a Kíbánál volt. Ja, hát ez egy nagyon jó hely. Még nyitva vannak nyitva most van. A COVID? Nyitva. És az a vicces, hogy nem csak az egyetlen ember, volt nagyon sok, volt A$AP Rock is, ott volt, az egy ilyen rappes. Menjünk ma este? Én nem. Én már öreg vagyok, tudod, én ilyenkor. Ja, egy év van köztünk, tehát már túl öreg vagy. Nálad az van, hogy most ingázol Magyarország, Amerika, és most visszamész Magyarországra? Most vissza, és akkor szerintem 2-3 hét is visszajövök New Yorkba. És mennyi időt leszel itt, amikor visszajöttél? Hát szoktam itt lenni, hát mindig más, attól függ, hogy mi a munkám. Azért kérdezem, mert akkor nekem rá kell készülnöm, tudod, az éjszakára. Tudom. Hát ilyen időskor már. Kell egy kis Viagra, és kész. Ezzel kapcsolatban is van egy másik sztorim, hogy az egyik barátom mondta, hogy nem tudnék esetleg segíteni, mert ma este egy olyan hölgyel találkozik, hogy nem lehet beégni, és én mondtam neki, hogy
én mit javasolnék neki. És elmész helyette? És akkor azt is, és akkor mondom neki, hogy figyelj, egy fél óra, egy óra, és így látni fogod az eredményét a dolognak, tehát biztos büszke leszel magadra, és hív egy óra múlva, ez semmi. Eltelik másfélre, hív, tehát ez semmi, hát ne szórakozzak veled, itt van a csajszal, minden. Utána fölhívott négy óra múlva, hogy az meg patkós. Hát egyszerűen nem akar konyolni, nem tudok elmenni pisilni. Mert olyan baj, és három napon hívott, és mondta, hogy még mindig. Már kezdtem unni. Na jó, csak ez egy ilyen hülyeztető. Ja, ez történik. Ja. Péter, de komolyan mondom, olyan jó, hogy itt vagy, és így tudom beszélni. Nekem hogy, is, nekem hogy is. Haverok. Semmi alap, tehát nem akarok nyalizni neked, meg semmit előnyt szerezni. Én szerettem a nyalást. De tényleg is, az a jó, hogy ide eljön valaki hozzánk adásba, és mindenki olyan jól érzi magát. Hát persze, magyarok vagyunk, és én imádok lenni magyarokkal, tudunk magyarul beszélni, olyan ritka itt Amerikában, New Yorkban. Tudod, de az a érdekes, hogy New Yorkban szerintem a magyarok összetartanak jobban, mint Magyarországon. Magyarországon nem szeretik egymást. De. Hát most ez a hülye politika is, meg minden közre játszik. Az igaz. A mi időnkben, a gyerekkorunkban, ahol te nem voltál otthon. Én ott voltam. Ott voltam. Én ott voltam minden nyáron. Igen? Mentem balatoni táborba. Wow. Ja, ja. Hogy akkor valahogy úgy össze voltunk szorítva, vagy nem tudom, és akkor hogy más volt a helyzet. Na, beszélek valamiről. Na. A 80-os években Magyarországon a barátom, Hatos Péter, olyan 16 éves voltunk, és vitt nekem engem ilyen koncertekre a 80-os évek a magyar kommunista zenekarok. És volt egy ember, és nem emlékszem a nevét, de egy olyan furcsa ember volt, azt hiszem Torma volt a neve. Torma, igen. Ismered, és hogy van egy kislány, és van egy kis cukor a zsebembe. Tudod, hogy ez beteg volt ez az ember? Tudod, hogy kiről beszélek? Szerintem sejtem. Ne. És milyen koncerteken voltál? Piramis? Nem voltam a nem emlékszem, de hallottam a... mit csinált velem? Szóval mentem a kommunista Magyarországba, 16 éves voltunk, és tudod, ott nem volt semmiféle drug, vagy semmi. És a barátom mondja, van itt egy zacskó, és szívjad a raktapaszt. Ja, igen, a raktapaszt. Mi ez? Milyen raktapaszt? Hát, ja, rátette a Pink Floydot. És akkor ez beszél, hát ez egyszer csináltam, és sosem még egyszer, hát kau. Hát és hallottam a Pink Floyd, hogy megy wow, 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 wow. Az kemény volt akkor, mi? Ja, hát az nagyon sokan beleestek. Emlékszel a Vidám Parkra? Igen. De imádtam. A Vidám Park. De az... Tudod, mit nem csinálnak többet, jó? Akkor mai években? A kifli olyan jó volt Magyarországon, olyan kemény, most ilyen kínai vacsag csinál. Uh-huh. Miért nem tudnak visszamenni és csinálják, ahogy régebben? Emlékszel azt a jó kiflit? A kifli, sós kifli, hatalmas a sódarabokkal, a mákus kifli, lekváros kifli. Ja, nem, most már ilyen... Hát igen. Nem jó. Fölhígult. Mint a levegő. Ja. Ja, ja. Hát régen ugye belegondolsz a kenyér is, milyen tudod, így tört, ahogy vágták a késet, oda a konyhán is, a konyhás nénik, hát zseniális volt. Ja. Ja, akkor térjünk vissza egy kicsit a Vidám Parkra. Milyen jó volt a hullámvasút Magyarországon? Az jó volt, de én ezt a horrort szerettem, a ijeszgető, ahol Frankenstein is, az nagyon jó volt, de az nagyon jó volt. Mert emlékszel, hogy az egész fából volt, és az volt igazán az ijesztő, és azt vettük észre, amikor gyerekek vagyunk, hogy egy ember mindig középen ül. És az mindig az, és megkérdezik, hogy te mit csinálsz? Én vagyok a hullámvasút fékező. 10-től 10-ig. Fél óra ebédszünet. És az egész így mozgott. Ja. És tehát mai észre már lehet, hogy a kölyál, vagy nem tudom, milyen intézmény van, nem is engedélyezni az egész sztorit, mert... Miért zárták be? Mert annyira jó volt. Csak az a baj, jó helyen volt szerintem, azért zárták be, és hogy valamit akarnak majd építeni, nem tudom. Lehet, hogy azért, hogy a magyar ügyvédek akkor sokat kerestek volna.
De jó, és neked otthon is van ügyed? Egyébként otthon is dolgozol? Nem vagyok ügyvéd Magyarországon. Uh-huh. Tilos nekem. Igen? Hát alig tudok olvasni magyarul. Hogy tudok lenni jó, ügyvéd? Hogyha ilyen hatalmas papírtömeget adnának, hogy olvasd át az ügyet. De nem is az, kell egy licencs, úgy, mint egy engedély, mint uh-huh. vezetsz egy kocsit. Sőt, csak azt hiszem New York, Connecticut, California, van nekem, átmentem sok vizsgán, de 5-6 államon vagyok ügyvéd itt Amerikában, de itt is Amerikában, ha New Yorkban csak vagy ügyvéd, nem tudsz lenni Kaliforniában, vagy Miami-ben. Ez pont így van Magyarországon, ha én próbálok ügyvéd lenni Magyarországon, börtönbe tesznek. Hogy hívják? Zugló ügyvéd. Zug ügyvéd. Az lennék. Zug ügyvéd Magyarországon. Hát abból is élnek egy páran. Addig nem tudjuk befejezni ezt a beszélgetést. Azt mondom, hogy most be akarom fejezni. Reggel, amikor beszélgettünk, te azt nem előjön, hogy mit mondtál nekem, hogy te igazából, vagy most emlékszel, mit mondtál nekem? Hogy nem. Te mi vagy? Ó, igen. Akkor vissza a politikára. Nem is a politikára, hanem csak az, hogy mert az a man is. I'm a freedom fighter. Én egy szabadságharc. Szabadságharc. Én ez nekem nagyon bennem van a 56-os apukámtól, és akkor fölnőttem a hidegháborúba, Amerikába, és kellett olvasni Orwell, és Solzhenitsyn, Ayn Rand, és nagyon bennem van a harc a szabadságért, uh-huh. és így kell összehozni szerintem a magyarokat, nem hogy melyik oldalon vagy, de hogy a szabadság vesztésre, hogy harcoljunk a szabadságért. Jó, bal oldal vagy, jobb oldal vagy, az nem fontos, de hogy elvesztjük a szabadságunkat, és ez a rettenetes internet, ami tudják, hogy hol vagy? Én szerintem lássák, hogy mesztelen vagy a szobádba. Tudod, érdekes, mikor gondolkodsz, hogy hát nekem kell egy üveg, ami így néz ki. És akkor fölmegy, hihetetlen, hát ez olyan, mint a Orwellnak a 1984-ben igen. élünk. Mindent látnak, mindent tudnak, jobban ismernek engemet, mint a feleségem. Yeah. Hát ők tudják, hogy melyik pornót nézek, vagy mit csinálnak. Yeah. Ugye, mindent tudnak rólunk. Ez már félelmetes. Mondom, nagyon félek, hogy mi van itt, de tényleg vesztjük a szabadságunkat. Csak én meg azt érzem, hogy eljutunk valameddig, és akkor egyszer jön megint egy nagy robbanás, eltűnik minden, és egyre gyorsabban haladunk, hiszen a fejlődés nézed ezt az utat, ezt a 40-50 évet, tehát mekkorát fejlődtünk. Ja. Az, hogy a tekerős telefon nálunk Magyarországon csak a tényleg a komcsik által úgy volt, hogyha te párttag voltál, meg mit tudom én, most már nézzük a videókat, a telefon, meg filmeket. Tehát hát, mennyire vicc? Hát 20 év jövőben mi lesz? A fiad, nem tudom, lány fiad van? Három fiú. Három. Hát a fiad fogja mondani, apu, te tényleg használtál egy keyboardot? Uh-huh. Tényleg? De olyan vicces, úgy, mint a telefonom. A tekerős telefon. Ja, most fogják mondani, hogy tényleg azt csináld? Hát a te fiad már idősebb, de én fiam az biztos azt. Csodálkozni fog, hogy új apát, ha használtad az újadat, mennyire gáz. Vagy mikor mentél a WC-re, tényleg papírt tettél a seggedbe? Ja, én igazából nem a politikai részére, hanem az olyan szépen elmondtad, hogy amikor azt mondtad, hogy oké, ügyvéd vagyok, megcsinálta a pénzt, de nem érdekel a pénz, hanem engem az, én egy szabadság. Ez így van, hát ez a szabadsága fontos. Még egyszer mondom, én nem csinálok semmi pénzet a Facebookról, nincs nekem egy YouTube csatorna, és nem segít nekem, hogy én beszélek politikáról, mert mondom, sokan utálnak engemet. Nagyon sokan. Mondják, hogy egy Orbán segnyaló vagyok, de nem az vagyok. Tényleg nem. Én szeretném, ha Orbán nem lenne ott, ha tudok valakit jobbat. Adjál valakit jobbat, és jó, oké. Én nem mondom, hogy ő a legjobb, de a szabadság, amit vesztünk, az rettenetes, és ez a Covid dolog, amit csinálnak most, hogy tudod, hogy kell hordani egy maszkot, kell mutatni egy kártyát. Ha kell mutatni a papírt a saját országba, a saját országodba, hogy te szabad vagy, akkor nem vagy szabad. Uh-huh. Ugye? Igen. Hát rettenetes, hogy mi zajlik itt. És minden nap, most Amerikában, hogy mit csinálnak itt, New Yorkban, hát ez
most nem tudsz egy vendéglőbe menni, nem tudsz egy taxit vezetni, nem tudsz egyetembe menni. Nincsen kérdésed. A Schwarzenegger hallottad, hogy mit mondott ma? Nem, mit mondott? Fuck freedom. Mindenki kapja a oltást. Fuck a szabadságot. És pont ez ellene, amit én akarom. Nem. Miért nem minden választja? És látod, ez a mindig hazudnak minden mesét mondjuk. Én nem mondom, hogy a oltás jó vagy rossz, de ami zajlik itt, valami furcsa van. Igen, és utána már hiába nézünk vissza, hogy hú, akkor kellett volna valamit tenni. Az ja. Már az a bicikli meg az a vonat elment. Ja. Ez van. Hát Péter, jó. De jó, hogy itt voltál, de gyere máskor is. Jó, jövök. Hogyha jössz vissza, megígérem, hogy elmegyünk együtt akkor a kínába. Jó. Imádom a bort meg a pálinkát. Hát ki nem. És akkor bevállalok egy bulit, ritkán szoktam, kérdezz meg tőle, ő mindig öreg embernek hív, mert hát bevallom, 8 után 8:30-kor én már góbiskolok, de hát ez van. Ez hozta az élet. Ja. És tényleg jó, hogy itt voltál, legalább megismertelek, és én nem így az a hülye Facebookon keresztül. Ja, meg rettenetes. Ami... Már nincs emberi kapcsolat sem. Semmi. Ja, és tudod, már amikor én nőttem föl, kellett mint a Casanova, kellett menni egy nő után, igen, vadászni. És én szerintem ez a férfinek a természete, hogy vadász, és a nő szereti, mikor egy férfi vadász. Igen. Most rámenjek Tinderre, kiválasztok egy csajt, és... Ez annyira vicces, hogy meg amikor buszozok, vagy villamos, mikor metrón vagyok, akkor is mindenki bújja a telefonját. Rettenetes. És nem nézünk egymásra, hogy nem. Esetleg elmosolítom. Lassan nem is menjünk ki dolgozni. Yeah. Otthonról dolgozunk. Hát most lassan kaját nem... rendeljük. Ja. Otthonról megkeresem azt a pénzt, ki tudom fizetni a lakbét, ami szintén átutalok, mert ugye nem visszük már a pénzt, és ez olyan vicces, nem? Tudod, mi a telefon terror? Mi? Hát az a 5 másodperc, mikor úgy érzed, hogy elvesztetted a telefont. Ja. Oh! Ja, az egy pánik. Horror, vagy panik, ja, és akkor megtalálod, és... Igen, ez vicc. Ja. Ja, hát ilyen a élet most. De tudod, mi a vicces? Hogy már senki nem használja a telefont telefonálásra, mint mi, oké, használjuk, de nem, hogyha ma valaki fel akarsz hívni, Mi bajod van, engem hívsz? Inkább texteljél nekem, Ja. Ne hívjál engem, mert tehát egész napot textelek, és inkább fölveszem a telefont, és beszélünk. Ne, ez a hülye nálunk SMS. Az én időmben Magyarországon a legnagyobb dolog az volt, hogy anyám nyakamba kasztotta a kulcsot, a bejárati ajtókulcsot, és ezt elhagyott kisfia, olyan füles kapsz, de mindenkinek összes osztály. Most meg tényleg ez a telefonbetegség. Tehát ez a, hú, hol a telefon? Mikor jöttél ide Amerikába? 7 éve. Csak 7 év? Wow! Tehát még fiatalok kezdők vagyunk ebből. Végre valamiben fiatalok. És most én interjúlok tégedet. Mi a véleményed? Te őszintén, ha szar, mondjad szar. Nem, mi úgy jöttünk, vagy én úgy jöttem ki, hogy ilyen lelki fölfrissülésszerű valamit akartam, ugye elváltam másodjára is, és már nem akartam újra kezdeni ott Magyarországon. És az az érdekes, amivel belecsöppentem, én mindig akartam jönni Amerikába. Valahogy éreztem, hogy nekem Amerikába kell jönni. Aha. És úgy tetszik. És tudod, miért tetszik? Találkozunk fiatal srácokkal, akik mondjuk tételező fő magyar származásúak, és tényleg az, hogy itt az van, hogy igenis én vagyok én meg tudom csinálni, és tényleg meg tudom csinálni. Nálunk otthon Magyarországon mi van? Nem, csak néztem, ahogy... Nálunk Magyarországon meg olyan furcsa, hogy olyan szabályok közé raknak, meg úgy nyugi, nem kell, hogy te rock énekes legyél, meg ne, legyél egy mérnök ember, tanár, vagy egy jó szakmunkás, nyugi, nem kell itt kiugrani meg. Itt meg amcsiba az van, hogy hú, tényleg, én meg tudom csinálni, meg, mint ahogy például te is megcsináltad. Ja. És ez is ezt bizonyítja, hogy meg lehet csinálni. De tudod, teljesen normális, amit mondsz. 48 éves voltál, amikor ide jöttél. Igen. Ugye? Hát van egy statisztika, hogy a válás az mindig van a 9-en. 29, 39, 49, mert pláne egy férfiben, mert ezek a 9 év, ez egy nehéz kor nekünk, nem? Kapuzárás előtti pánikon van. Ezt mondom mindig a drágámnak, hogy ezért próbálom szexuálisan molesztálni, de egy évben egyszer mindig sikerül. Jó, csak vissza. De az, hogy igen. Tehát a feleséged is fiatalabb, mint te egy kicsit, nem? Hát ő... Tessék? 40? Ja. 40. Fiatal. Tehát fiatal csajokat szeretem. Ez a 40, ki nem? 40-45 körül, ez nem kell sok mindent magyarázom. Mert tudják, hogy ki az úr a háznál. De előtte megkérdezem, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy úr legyen. Tudod, hogy kell nyerni bármilyen vitat egy nővel?
Hogy? Nem tudsz. Egy kis csoki virág is megvan oda. Hát van, mikor többet kell csinálni. Nálam mindig az utolsó, az én szomom az utolsó szó a mi házunkban. Igen. Nem. Igen, Edith, persze megcsinálom. Hát látod, mert jöttem pisilni, és én leültem a vécén, nem állok többet, mert meghűlnek. De csináltam a én házamba egy piszoárt. Kemény vagy, ja. Nem jobb felállni? De. Hát de. Mindig ezek levágják a golyunkat, és üljünk le. Várja. Ezt meg megpróbálom a kamerán megmutatni, hogy más is lássa, de megmutatom. Mert engem nézzél, csak hogy akkor a nézők is látják. Az történt, hogy az Edith nekem is azt mondta, hogy figyelj, le kell ülni, pisilni. Egyszer leültem, soha többet nem akart. Tudod miért? Mert mondom, nagyon mondom, kipróbálom, mit csinál. Bemegyek a WC-re, ide teszem a kis széket, leülök, és ott a pét próbál. Minden csupa pis. Azt mondja, soha többet. Azt mondja, inkább álljál. Ja. Jó, mondjuk őket is megértem, az takarítani azt a környezetet, ami kicsapódik, mert minden oké. De tudod, itt a WC-k más, mint Magyarországon. Igen. Tudod, itt mint egy tó. Igen. És tudod, van dolgok, amit lelóg a tóba itt. Magyarországon az nem történik, és akkor egy kicsit, tudod, vizes, és ha már pisi van benne, akkor, akkor már piszkos leszel ott, tudod? Nem értik ezt a nőt, csak arra foglalkoznak, hogy legyen tiszta a WC. Nem értik. Hát igen, mert ha megnézed a nőknél, az van, hogy föltakarítok, mert jön valaki, WC-vel kezdik. Első. Utána a konyha legyen rendben, és majd utána jön a többi. És az én asztalommal mi van? Azt majd később. De dicsérem, azt hiszem, egy WC-d van neked? Egy. Hát az... Nálunk az is... Az nehéz, mi? Hát én úgy vagyok vele, egy nő és egy férfi nem tud egy WC-n... Kell kettő WC. Ez a titok egy jó házasságnak. Igen. Kell kettő WC. Egy nő WC, egy férfi WC. Mert a nők azok, tudod, szeretik, hogy szép, pink, parfum, és egy férfi WC az... Tudod, igen, az másfajta. Ja. Egy szappan, egy borotva, meg egy ennyi. De az az érdekes egyébként, hogy reggel, mikor elmegyek WC-zni a kávé meg a cigi után, akkor ugye elkezdem az e-maileket nézni. Ja, ezt, persze! És én ráérek, és akkor 40 perc után már... Gyere már ki, Attika! Ja. Hogy én gyorsan összekapom magam. Na, az ő gyorsasága az 54 perc, de hogy én benn vagyok 20 percig, az már fú, világban. Ja, nekem attól függ, hogy mennyit vagyok a WC-n, ha van wifi, ha nincs. Ha nincs wifi, akkor 5 perc, ha van wifi, akkor egy jó órát vagyok. Igen. Ezt akartam mondani, hogy most beszélünk a social médiáról, és ez van egy új betegség, amikor fáj a lábad azért, mert rákönyökölsz a WC-n, és így könyökölsz, és már elzsibbadt a lábad. Igen. Na, mindegy. Történik, Ja. Hetente minimum egyszer. Ja. Én ugye vidéki gyerek vagyok, és nálunk honnan valós? Szegediek vagyok, Hódmezővásár, Szeged. És nálunk még volt potyogtatós WC, azt tudod, ott voltál valaha? Azt hiszem, igen. Ilyen fa WC-k volt, ott a potyantós, a nagyszülőknél volt általában mindig a kert valamelyik részében, sarkában. Az egy élmény volt, tele volt pókkal, minden. Én így rőltem rá. Tudod, én mentem Magyarországon, amikor gyerek voltam, és akkor nem mentem vissza olyan 20 évet. Nagyon döbbentő volt, és csak Budapestre. És jött ez a kacsahajó ügy, a Philadelphia baleset. És kaptam a hívást, hogy Moson Magyaróváron. Akkor nem is tudtam azt kifejezni, Moson Magyaróvá. És... Tudod, teniszeztem, és rövid nadrágban voltam, és hívtam egy taxit, és mondok, menjünk, kell nekem menni ebbe a Moshi Mishimoba. Én nem tudtam mondani a szót, mondta, jó, menjünk. Szia Csirke, ő volt a vezetőm. És mentünk ki Moson Magyaróvárba, és még nem volt rajtam a öltöny, mert annyira gyorsan mentem, és azt mondta, na, ott van a WC egy autópályán. Szóval azt mondja, jó, szálljunk ki. És tudod, New Yorki ügyvéd, ott kimegy, bemenjek oda a WC-be, mert akartam rátenni a nyakkendőt és mindent. Bemenjek a WC-be, és ilyen szagot a életemben nem hall. Szóval inkább nem tudtam... 10 másodpercet ott menni. Ez ilyen mobil WC volt? Ez a műanyag? Szóval kimentem, majd wow. Szóval ott a autópályán Ronai Péter New Yorkból, ott levetköztem teljesen mesztelőn, és ott rátettem a öltönyt, és akkor bementem a kocsiba. Ez tényleg történt. De jó. Ezekről a sztorikra is kíváncsiak vagyunk. Péter, köszönjük. Jó, én köszönöm, nagyon jó volt. Tényleg sajnálom ezt a mai estét, hogy nem tölthetjük együtt. Ja, az én fáradtságom miatt, de vissza. Bepótoljuk. Jó, oké. Köszönjük, hogy itt én megyek.
Itt köszönj már el, Péter, légy szíves. Sziasztok! A feleségem mondja, ez nem jó. Mit csináljak, ami menü? Hát ilyen, azt nem tudom, hogy mi a menü, de vagy így, vagy így. Sziasztok! Imádlak, Magyarország, tényleg!